Szevasztok! Az örök kérdésre szeretnék válaszolni, mindig feltevődik a kérdés, melyik láncot mivel élezzem. Ugye először tudnunk kell, hogy milyen láncunk van. Aki nem tudja, az akkor mérje meg tolómérővel, vagy valami, de próbálja meg beazonosítani, de ha nem tudja, akkor a gyengébe kedvér minden forgalmazó, minden gyártó, tehát egy Oregon lánc, most egy ebbe a dobozba ezek a láncok, lánc típus van, de minden gyártó készít egy táblázatot. Persze most megvan az is ám, hogy bizonyos emberek ennek a látnán meghökkennek, pedig tök egyszerű az egész. Itt vannak különböző láctípusok, milyen reszelővel kell reszelni. Le van írva. Milliméterbe, meg szólva is le van írva, milyen átmérő reszelő. Milyen szögbe kell reszelni azokat a gyalufogokat. Tehát tényleg a gyengébe kedvér. Gyengébe kedvér mutatják, érted? Rajzzal mutatják, hogy melyik szögbe beszélünk. Valamint még a mélységhatárból is le van írva, hogy mennyire kell lenni. Tehát különösebb olyan nagy dolgot nem igényel ez a tudás, csak először is tudni kell, hogy milyen lánc van a gépeden. Erre még nagy segítség szokott lenni az, hogy magára vezetőre rá van írva. Mindjárt meg is mutatom, jó? És random módon itt van egy Oregon vezető, aki pont stimmel ehhez a lánchoz, tehát pont ez a lánchoz való méretű reszelő vezető. Hogy hány szemes lánc. Jó, mondjuk nem mindenki érti meg az osztást, most pont nem látszik, de 3-8-aros lenne a szélesség, a vonószem szélessége, tehát rajzokkal jelölik, érted? Piktogramokkal jelölik. 0-58-as, itt is le vannak nem írva, hogy melyik lánc melyik. Mindegy. És 1,5 mm-es vonószem szélessége. Vezető. Itt. Segítség azoknak, akik. Jó, most ezen már megint meghökken a legtöbb kérdező, mert nem tudja, hogy neki milyen milyen típusú lánca van. De annyit elárulok, hogy mindegyik lánctípushoz, hogyha veszel egy láncot, most itt megnézzük, ehhez mi kell, 73EX-et. Keresünk meg a 73EX-et. 73. Ugye az EX-el azért nincs még ezen rajt, mert ez az LPX, LGX helyett van. Azt mondjuk 5,5 mm-es, 25 fokba kell élezni. 0,5 mm-es mélységhatár.